Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már itt megszokhatták az elmúlt napokban. Ez a műsor jó alkalmat ad arra, hogy egy kicsit értékeljük az idei esztendőt, és előre is tekintsünk a 2018-as évre. Stúdiumban köszöntöm Hagymási Andrást, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Jó estét kívánok a kedves nézőknek, szeretettel üdvözlök mindenkit a Fehérvár Televízió képernyői előtt. Ez a beszélgetés arról szól, hogy kicsit nézzünk vissza az évre, talán nézzünk előre a következő évre, hiszen így karácsony környékén, amikor jut egy kis időnk arra, hogy kikapcsolódjunk, pihenjünk, akkor esetleg van alkalmunk arra is, hogy elgondolkozzunk arról, hogy mivel is telt a mögöttünk lévő év. Hát sok mindennel telt a Fehérvár Média Centrum életében, hiszen a média világ az nem lassít, hanem egyre jobban forrong és változékony, ahogy telnek az évek. A 2017-es év is számtalan olyan változást hozott a nemzetközi médiapiacon is, de itthon Magyarországon is, ami minket is érint itt Székesfehérváron. Négy felület tekintetében, hiszen a Fehérvár Média Centrumhoz négy felület is tartozik. Sőt, ha úgy számoljuk, akkor akár öt is, hiszen az elektronikus internetes portálok terén ott a székesfehérvár.hu és az fmc.hu oldallal van jelen a Fehérvár Média Centrum, és hát igen, a klasszikus, hagyományos média terén a Fehérvár Televízió, Vörösmarty Rádió, illetve a Fehérvár Heti Lap tartozik a Fehérvár Média Centrum kínálatába. És ahogy itt már szóba került, ez jól jelzi azt, hogy mi egyrészt foglalkozunk a hagyományos eszközökkel, tehát igyekszünk kiszolgálni azokat a székesfehérváriakat és városkörnyékiet, akik azért igénylik a klasszikus tájékoztatást, a hagyományos média eszközöket, szeretik olvasni, nézni, hallgatni azokat a hozzáértő emberek által szerkesztett tartalmakat, aminek a kibocsátására mi tulajdonképpen mint fő feladatunkra tekintünk. Ezek a televízió, a rádió, illetve az írott sajtó, ami ugyan egyre korszerűbb eszközökkel, és ezek is egyre több platformon, hiszen az internet révén valamennyi felületünk már a hagyományos médiából is elérhető mindenhol, tulajdonképpen az utcán bárhol járva a kezünkben. De vannak az internetes felületeink, amelyek pedig már a modern világba visznek minket itt Fehérváron is, nem beszélve a számos közösségi felületről, ahol egészen közvetlen kapcsolatunk lehet az olvasóinkkal, nézőinkkel. Igyekszünk azt a tartalmat, ami a médiacentrumban előáll, legyen ez videótartalom, vagy írott szöveg, vagy fotogaléria, minél több felületen megmutatni, hiszen azok az emberek, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik a városukban, a saját környezetükben, szűkebb, illetve tágabb környezetükben, jó, ha minél több lehetőséget kapnak arra, hogy egyszerűen, gyorsan hozzáférjenek a szükséges információhoz. Mindezt ugye a Média Centrum már hagyományokhoz szűen közszolgálati szemlélettel teszi. Ez mekkora plusz terhet jelent, vagy jelente plusz terhet? Ez nem teher, hanem inkább egy szenvedély a szerkesztőségben dolgozó kollégák részéről, hiszen azt tartjuk, hogy a média, bár fontos feladata a szórakoztatás, azért az információ átadás sem utolsó, és a tájékoztatás sem utolsó. Ezért a közszolgálati kívánalmak, amik felénk, mint egy köztulajdonban, közösségi tulajdonban lévő médiacég felé fennállnak, ezeket mi igyekszünk teljesíteni. Igen, jó az, hogyha tudunk szórakoztatni, hiszen mindenki, aki a mi fogyasztónk valamilyen felületen végzi a maga munkáját, éli az életét, és mellette szüksége van kikapcsolódásra. Igyekszünk ezt is biztosítani a felületeinken, de azért amiben mi igazán erősek vagyunk, azok a helyi hírek. A helyi hírek, amit a Fehérvár Televízióban napi két híradóban láthatnak a televíziónézők, de már nem csak a tévénézők, hanem az internetezők is, és ők pedig bármikor a nap folyamán. De ugyanez igaz a Vörösmarty Rádióra, ami talán az országban az egyik legerősebb rádió hír szempontból a hírműfajban. Büszkék lehetünk rá, hogy gyorsan, precízen, nagyon magas szakmai színvonalon tájékoztatják gyakorlatilag a nap egészében a székesfehérváriakat, illetve a megyében élőket. De ahogy beszéltünk arról, hogy szórakoztatni is kell, igen, igyekszünk azért a komoly műfaj mellé igényes, de könnyedebb tartalmat is kínálni a székesfehérváriaknak, és mindazoknak, akik az internet révén
kíváncsiak arra, hogy mi történik a városban, illetve szűkebb vagy tágabb környezetében. Erre hoztuk létre közel két éve már az fmc.hu oldalt, ami egy olyan magazinos, tartalmú, könnyedebb olvasmányt biztosító oldal, amelyik mindazoknak, akik szeretik a városukat, szeretik a lakókörnyezetüket, kíváncsiak az itt élő embereknek a sorsára, érdekességekre, megszívlelendő életpályákra, azoknak egy tartalmas, de szórakoztató kikapcsolódást nyújt. Beszélgetésünk elején említetted a nemzetközi trendeket, hogy átalakulóban vannak, ami ugye a hazai médiapiacra is hatást gyakorolt. Ezt itt helyben, mondjuk a lokális média tekintetében mennyire érzékelheti az ember? Az igények hasonlóak, a nemzetközi médiapiaci fejlődés az nagyon gyorsan itt van nálunk is. Székesfehérvár ráadásul a legfejlettebb magyar városok egyikeként a nyugat-európai fejlődési ütemmel jellemezhető, tehát ami a világban történik, az pillanatokon belül már nálunk is ugyanúgy itt van és kézzelfogható. Ezért a médiafogyasztásra is ugyanazok a jellegzetességek figyelhetők meg itt a városban, mint bárhol a világon. Ehhez nekünk is igazodni kell, azzal együtt, hogy azért a szakma hagyományait és a klasszikus média előnyeit továbbra is próbáljuk megjeleníteni, és azt a fajta igényességet, szakmaiságot, hitelességet képviselni, amit az elődeink, és ami a komoly műfajban elvárás, az új technológia révén azért szeretnénk minél több emberhez és minél gyorsabban elérni. Az a tendencia, hogy az azonnaliság és az interaktivitás az egyre inkább követelmény a média világában, amit mi azzal igyekszünk elősegíteni, hogy a mi tartalmaink, legyen ez még egyszer mondom, akár videó, vagy képi tartalom, vagy írott, vagy akár hang, ezeket minél gyorsabban, akár a helyszínről élő közvetítésben próbáljuk meg eljuttatni a közönségünkhöz. Ezzel szeretnénk az azonnaliság, az azonnali hírfogyasztás igényét teljesíteni. A másik pedig az interaktivitás. Ehhez a különböző közösségi felületek szükségesek, ahol a mi nézőink, olvasóink meg tudják osztani a saját gondolataikat egy-egy esemény vagy hír kapcsán, amiről mi tájékoztatást adunk. Ami nekünk is jó visszajelzés, hiszen ismerni a nézőinket, olvasóinkat, velük kapcsolatba kerülni, odafigyelni arra, hogy mit gondolnak akár a körülöttük lévő világ dolgairól, akár a mi munkánkról, arról, hogy mi hogy dolgozunk föl egy-egy eseményt, az segít. Segít nekünk, hogy a munkánkat úgy tudjuk alakítani, ahogy az elvárások változnak, de segít úgy érzem a közösségnek is, aki a bizalmát belénk helyezi azzal, hogy ezt a médiaszolgáltatást itt a városban fönntartja, hiszen gyorsabbak, precízebbek tudunk lenni, érdekesebbek, és amikor szükséges, szórakoztatóbbak is. Több ilyen kulcs szó is elhangzott, amiről majd részletesen szeretnék beszélni, ugye a fejlődés, fejlesztések. 2017-es évben sok ilyen is történt, elég, hogyha mondjuk például a tévé tekintetében arra gondolunk, hogy nyáron már láthatták sok helyen az új közvetítő autónkat, de még emellett voltak fontos fejlesztések. A média rendkívül eszközigényes iparág, bár tegyük hozzá, hogy sokkal inkább emberigényes, hiszen az itt dolgozó kollégák tudása, szakmai felkészültség ad hozzá legtöbbet ahhoz, amit mi nyújtani tudunk. De azért nem mehetünk el anélkül, hogy ne ejtsünk szót a technikai háttérről. Főleg azért, hogy a gyorsaság, az azonnaliság, az interaktivitás létrejöjjön, illetve olyan műszaki, minőségi színvonalat tudjon képviselni, amivel nem csak a korral tartunk lépést, hanem a nézői, hallgatói, olvasói elvárásokkal is, ez rendkívül sokba kerül. Az elmúlt években azért szerencsére folyamatos fejlődést láthattunk az Eszközparkban és a Fehérvár Média Centrumnál, hiszen a televíziós műszaki hátteret tulajdonképpen az elmúlt néhány évben teljesen le tudtuk cserélni, megújult a gépjárműpark, ami nem olyan látványos, mert a néző ezt nyilván nem látja, de a vágó szoftverek, a teljes műszaki háttere a televíziós vágóknak megújult. A rádióban nagyon komoly műszaki fejlesztés volt az adóberendezésnél, az átvitelnél, a stúdiótechnikánál. Ezek összességében kifelé
ha jól működik egy cég, akkor szinte alig észrevehetők, hiszen az, hogy valami jó, az nem meglepő. Hogyha sistereg a rádió, azt mindenki hallja, hogy ott valami baj van. Hogyha csíkos a kép a tévében, akkor az is nyilvánvaló, hogy hiba. De amikor valami többé-kevésbé jól működik, és azért azt elmondhatjuk, hogy a Fehérvár Média Centrum felületeire mindig is egy igényes szakmai munka, és egy elégséges műszaki háttér volt jellemző, annál kicsivel jobbak vagyunk, az szinte észrevétlen, de nekünk fontos, hiszen olyan eredményeket is föl tudunk mutatni, ami enélkül nem lehetne, nem lenne lehetséges, hiszen főleg a magyar televíziónak, de számos más országos televíziónak is rendszeres beszállítói vagyunk. Ha az országos médiába Székesfehérvárról nézünk, hallunk valamit, az jó eséllyel döntő többségében mi kollégáink műve, hiszen itt helyben járunk el, és készítjük el az anyagokat, készítjük el a felvételeket, akár csak nyersanyagokat, vagy komplett televíziós anyagokat, amit aztán a más televíziók tudnak használni. Így a fehérvári arcokat viszont láthatjuk az országos médiában is, ami nem csak nekünk jó és egy szakmai büszkeség, de az egész városnak is, hiszen így a város értékeit, az itt élő embereknek az eredményeit tudjuk kommunikálni az egész ország felé. Van ennek egy kis városmarketing jelentősége is, hiszen Székesfehérvárt meg tudjuk mutatni az egész országnak. Eredményekről beszéltél, a kollégáink is fantasztikus eredményeket értek el az idei esztendőben is. Emeljük ki Séda Szilviát és munkatársait, Zsidai Ádámot és Hódi Dánielt, akik egy olyan megindító filmmel jelentkeztek az idei évben, amivel a daganatos betegségek elleni harcra hívták fel a figyelmet, egy igazán szívszorongató, de kiutat is jelző munkával, ami egy komoly szakmai díjat is nyerte az év folyamán. De büszkék lehetünk más kollégáinkra, akik akár a televíziós műfajban, akár a rádióban olyan pályázatokat nyernek, vagy olyan díjakat, elismeréseket kapnak, amivel természetesen az ő munkájuk is elismerést nyer, de egyben büszkeséget jelent nem csak számunkra a kollégáknak, hanem mondhatom bátran, hogy az egész város számára. De emeljük ki azt is, hogy a város honlapja a székesfehérvár.hu oldal, aminek a hírportál részét szintén a Fehérvár Média Centrum szerkeszti. Az idei év során megújult küllemét tekintve, és a műszaki hátterét szerkezetét tekintve, ami egy nagyon komoly munka, látványos változás, és ez is egy szakmai pályázaton külön díjban részesült ez az eredmény, ez a munka, ami jelzi azt, hogy kollégáink ügyesek, sikeresen dolgoznak, és megvan az a tudás, amivel nem csak saját magunknak tehetjük szebbé a munkát, és a fogyasztóknak, a nézőknek, olvasóknak az élményt, hanem a szakma is elismeri ezeket az erőfeszítéseket. Fejlesztésekről, eredményekről volt szó, illetve arról is, hogy ugye egy nagyon dinamikus gazdasági közegben működik a Fehérvár Média Centrum, és nagyjából mindenkivel itt az ünnepi beszélgetésekben beszélgettünk arról is, hogy a munkaerőpiac tekintetében mit tapasztalnak, van-e megfelelő munkaerő, vagy munkaerőhiány van, ezt hogy látod? Az egész város küzd azzal a, mondhatjuk úgy, hogy inkább kellemes probléma, mint volt ezelőtt 20 évvel, amikor ennek az ellenkezője volt, és óriási munkanélküliség jellemezte a térséget. Ma már tényleg az van, hogy Székesfehérváron, aki szeretne dolgozni, ő előbb-utóbb fog tudni. Sőt, bizonyos szektorokban, és egyre több szektorban azt lehet látni, hiszen mi nap mint nap találkozunk cégekkel, intézményekkel, szervezetekkel, akik azt mondják, hogy egyre nehezebb megfelelő szakembert találni. Ez a média világában is így van. Szerencsére nálunk van egy olyan stabilnak mondható és hosszú éves, sőt évtizedes tapasztalatokkal bíró szakmai háttér, ami azért a Fehérvár Média Centrum működését biztosítja. De azért igyekszünk mi is új tehetségeket találni, számos új kollégával, új arccal, új hanggal találkozhattak a tévénézők, rádióhallgatók az elmúlt év során. Vezetői körben is történt némi megújulás az év során a cégen belül. Célunk az, hogy tehetséges fiatalokat találjunk, kineveljük őket, és a mindennapi munkába beépítsük. De ezeket a tehetségeket nem csak a saját magunk
szakterületén keressük, hanem igyekszünk a város hasonló törekvéseit támogatni. A két Fehérváron működő egyetemmel, illetve a főiskolával szoros együttműködésben vagyunk, hiszen az ott folyó képzés, és azon belül is elsősorban a duális képzés, ami a gyakorlati oktatásra fókuszál, annak mi is nem csak azért, mert hogy városi cég vagyunk, hanem saját elkötelezettségünk okán is támogatói vagyunk, így együttműködünk az Óbudai Egyetemmel is, a Corvinus Egyetemmel, illetve a Kodolányi Főiskolával, hiszen ezek azok a nagy intézmények, akik képesek olyan felkészült korszerű tudással és gyakorlattal bíró szakembereket kinevelni, akik aztán enyhítetik majd ezt a gazdasági problémát, amiről az előbb szót ejtettünk. A művészetek terén is van azonban ilyen dolgunk, hiszen a Fehérvár Média Centrum azon túl, hogy van egy dokumentarista napi eseményekről szóló híradási kötelezettsége, olyan küldetést, olyan feladatot is fölvállalt, már az én elődeim során is, de a mostani években különösen, hogy szeretnénk az itteni, a városban keletkezett értékeket megőrizni, új értékeket felkutatni, és mindezeket bemutatni a fehérváriaknak. Ennek a talán legjobb példája a fehérvári versünnep, ami most már sokadik éve bizonyítja azt, hogy itt van a városban az a fiatal, tehetséges réteg, akik, bár azt látjuk, hogy a gyerekek, a fiatalok másra csinálnak, csak nyomkodják a telefonjukat, de azért ez mutatja, hogy igenis a telefonnyomkodás nem zárja ki azt, hogy igen széles látókörű, felkészült, művelt, és a művészetek iránt, a kultúra iránt is fogékony fiatalok nőjenek föl Székesfehérváron. A versünnep ennek a legjobb példája, de elég, ha a nemrégiben lezajlott Fehérvár hangja városi tehetségkutató zenei vetélkedőt nézzük, hiszen ott egy olyan fiatal nyert Ferenci Nagy Boglárka személyében, aki nagyon sokrétű, sok művészeti ágban jelen van, többek között a versünnepnek is döntőse volt már az idén. A nagy utcai rendezvényeken, az 56-os vagy március 15-i ünnepségeken is rendszeresen láthatjuk, találkozhatunk vele. Az ő példája bár egy ezek közül, de még számtalan hasonló tehetséges fiatalt mondhatnék, de ő is nagyon jól bizonyítja azt, hogy igen, itt vannak közöttünk azok a fiatalok, akik az utánpótlást jelenthetik, mind a kultúrában, mind a tudományokban, az iparban, a gazdaságban, vagy akár a médiában is. A közösségi vagy társadalmi felelősségvállalás jegyében ugye vannak a tehetséggondozó programok, de azt is mondhatjuk, hogy kiemelt kapcsolatai is vannak a médiacentrumnak, elég, hogyha a honvédségre gondolunk, és egyéb, vagy akár az Alba Innovárba, tehát vannak ilyen együttműködések a múzeummal is például. Igyekszünk felvállalni olyan nem elsődlegesen a munkánkból kifolyó kötelezettségeket, vagy inkább azt mondom, hogy vállalásokat, amelyekkel hozzá tudunk járulni az egész város közösségének az életéhez. Egyrészt az előbb említett művészeti vagy tudományos rendezvények, de olyan együttműködés, olyan kapcsolatok is, amivel bizonyos városi csoportokat, közegeket tudunk megszólítani, vagy bizonyos ügyeket fölvállalni és képviselni. Az Alba Innovár egy nagyon jó példa volt, ami egy országosan is egyedülálló kezdeményezés, aminek az a célja, hogy a gyerekeket már nagyon fiatalkortól kezdve a legkorszerűbb tudományos eredményekkel megismertesse, és abba a közegbe elvigye, amiben majd felnőttként válva bele fog csöppenni, és a munka világában azzal fog találkozni. Ez egy nagyon kiemelkedő és előremutató kezdeményezése a városnak, és természetes, hogy nekünk dolgunk mellé állni és bemutatni az ilyen jellegű, tényleg egyedülálló teljesítményeket. A honvédség komoly erőt képvisel a városban, és most nem a katonai erőre gondolok, hanem a társadalmi jelentőségét tekintve, hiszen azon túl, hogy nagyon sok család érintett és dolgozik a honvédségnél, vagy annak kötelékében. Ne feledkezzünk meg arról, hogy most már a nemzetközi kötelezettségeink teljesítése okán ide került egy nagyon komoly NATO parancsnokság Székesfehérvárra, ami ha nem is létszámát, de a nemzetközi szövetségben való súlyát tekintve azért egy jelentős eredmény, és lehetünk rá büszkék, hogy
a világ legnagyobb katonai szövetsége az Fehérvárt választotta egy ilyen komoly részterületének az irányítására. Ha más területeket nézünk, társadalmi felelősségvállalás, ott a helyünk a szegényebb sorsú, kedvezőtlenebb helyzetben lévő társadalmi rétegek körében is. Elsődlegesen mi azzal tudunk segíteni, hogy hírt adunk, hiszen ez a mi szakmánk. Mi, ha valamilyen ügy mellé odaállunk, bemutatjuk, már azzal sokat teszünk, de kollégáimnak ennél többre is van törekvésük, és nagyon sok ügyben mozdul meg a Fehérvár Média Centrum közössége, amikor segítség kell valakinek, és ez lehet egyrészt tartalmi segítség, amikor tényleg azokat, akik segíteni tudnak, vagy akik tesznek egy bizonyos ügyérőket bemutatjuk, de most már egy visszatérő segítség volt az, hogy a városban élő hajléktalanoknak a munkatársak körében szervezünk gyűjtést, vagy az idén karácsony előtti felkészülésben a Baptista Szeretett Szolgálat cipős doboz akciójában is részt vettünk, és a kollégák gyermekei maguk gyűjtötték az ajándékokat a kevésbé szerencsés sorsú gyermekeknek. Az idei esztendő ugye elég mozgalmas volt, itt az elkövetkező napokban is látni fogják majd a nézők a különböző kitelepüléseket, a nyári összefoglaló eseményeket. Mit hozhat a 2018-as év? Izgalmas év lesz, hiszen a helyi sajtó feladata mindig a közösség életéről beszámolni, és ezen belül a közélet az kiemelkedő választás lesz 2018-ban, ami hordoz magában mindig izgalmakat. Az egész közeg, aki érdeklődik a politika iránt, ilyenkor fölbojdul. Ez különös felelősséget ró ránk is, hiszen úgy kell mértéktartóan és egyensúlyra törekedve bemutatni a közélet eseményeit, hogy a fokozott izgalom az a mi munkánkon ne látszon meg. Ez egy érdekes küldetés, de bízom benne, hogy tudjuk teljesíteni. De emellett azért a város élete nem csak a politikáról szól, sőt azt kell, hogy mondjam, Székesfehérvár egy jó példája annak, hogy bár az országos politikában van forrongás, időnként kisebb-nagyobb csetepaték, itt Székesfehérváron még a kampány időszakban is azért a kultúrát hangnem és egymás megbecsülése és tisztelete jellemzi. Mi ezt a hangnemet szeretnénk tükrözni a saját munkánkban is, és látni szeretnénk azt is, hogy ez a város azért amellett, hogy nagyon fontos az, hogy mi lesz, ki képviseli a parlamentben, a kormányban, de a mi életünk ennél sokkal többről szól. Itt látványosan fejlődik a gazdaság, a város a legerősebb gazdasági erő központok egyike az országban, Fehérvár nélkül nincs magyar export. Kiemelkedően fejlődik a felsőoktatás, a kulturális élet egyre gazdagodik, látványos rendezvények tömkelege várja a fehérváriakat és az ide látogató bel- és külföldi turistákat. Olyan gazdag városban élünk, és most nem csak az anyagi részét mondom, hanem történelmi hagyományokat és a jelenkori mai eseményeket, hogy igazán büszkék lehetünk arra, hogy fehérváriak vagyunk. Nekünk az is dolgunk, hogy ezt a gondolatkört napirenden tartsuk, és láttatni engedjük azt, hogy igen, mi egy jó helyen lakunk. Én köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat. Köszönöm szépen, és a kedves nézőknek pedig boldog karácsonyt kívánok. Szeretettel várjuk őket a 2018-as évben is, a képernyők, a rádiókészülékek, az újság és a telefonok, laptopok, számítógépek képernyői elé. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, tehát ha tehetik, akkor, ahogy eddig is 2018-ban is maradjanak velünk. Viszontlátásra!